Kudarcról nem, csak sikerekről tud beszámolni Kapospula életében Stemmler József. A polgármester 2019 őszén a második ciklusát kezdte meg településvezetőként. Azt mondja, természetes volt számára, hogy ismét indul a feladatokkal és kihívásokkal teli megbízatásért. Sikeresnek éreztem az elmúlt 5 évet, és hát nagyon sok olyan nyert pályázat volt, ami áthúzódó pályázat, aminek a megvalósítását mindenképpen szerettem volna elérni, meg hát még tele voltam tervekkel, ambícióval. Ugye választás után először a közös hivatalt kellett átszervezni, megváltozott Atala helyett Dalmond és Kocsolával kötöttünk házasságot, így a településünknek is és Kapospula is anyagilag valamivel jobban jár. Az idei évben több beruházás valósult meg a településen, tervekből pedig nincs hiány. Az idénre realizálódott az orvosi rendelőnek a eszközfejlesztési pályázata, amit nyertünk, 3 millió forint értékben. A LEADER pályázatot ugye már nagyon régen beadtuk, az is, annak is a vége az idén realizálódott a Béketér páros oldalának és a Szabadság utcának a járdáinak a befejezése. Aztán idejében nyert pályázatunk is van, Magyarfaluba járdafelújításra nyertünk anyagköltségre 5 millió forintot, amiből a Béketérnek a páratlan oldalát fejeztük be. Aztán még egy ilyen áthúzódó pályázatunk volt, ami szintén most realizálódott, a sportpark, amit már 2 éve beadtunk, és ugye most készült el, és hát most azt mondom, hogy a szabadidő parkunk az most lett egy komplett igazából, tehát játszótér, felnőtteknek egy sportpark fedett színpadrész, kosárlabdázni lehet, tehát egy komplett szabadidő parkunk van most jelen pillanatban. Amire lehet pályázni, mindenre adunk be pályázatot. Tehát ugye ez kiderül, hogy Magyarfaluba beadtunk 8 pályázatot, ebből igazából 3 nyert, jelen pillanatban is van egy pályázatunk, ami még elbírálás alatt van, még nem lett eredményhirdetés. Tehát ugye mindenképpen pályázni kell. Amit mindenképpen szeretnénk megvalósítani, hogy a legnagyobb az egy komplett esővízelvezetési rendszer Kapospulába, amit már az elődöm megpróbál, de ugye ilyen falakba ütközött, mert Kapospulának a déli részén a vasút az mint egy gát ott van, és ilyen vízjogi engedés, ilyen problémák voltak, hát reméljük, hogy ezen túl tudunk majd lenni. Ugye Kapospula egy völgybe fekszik, és ebben szélsőséges időjárás viszonyok között, mikor egy ilyen 50-60 mm csapadék leesik, akkor óhatatlanul károk keretkeznek. Aztán szeretnénk Alsóeltényben egy játszóteret, vagy játszóteret felújítani, mert ott van már egy játszótér, de ilyen talán a 70-es évek elején készült, olyan, ami nem felel meg a mai modern követelményeknek, sőt szerintem, ha valaki látná, lehet, hogy be is tiltanák, mert olyan eszközök vannak rajta. A buszmegállókat fel kellene újítani, és hát ugye természetesen a falunak a működtetése. Tehát ahhoz úgy szeretnénk működtetni a falut, hogy az itt élő emberek azok jól érezzék magukat. A járványhelyzet ellenére az élet nem állt meg a faluban. A helyi vállalkozások működése szerencsére zavartalan, emelte ki Stemmler József polgármester. Én úgy veszem észre, hogy az emberek betartották azokat a szabályokat, amiket kellett. Különösebben itt cégek meg ilyen nem működik olyan, ami nekem fennakadást okozott volna az életébe. Ugye a tavasszal elég sokáig ilyen hivatal is ilyen leginkább telefonos ügyintézéssel működött, egyébként jelenleg is így működik. Én úgy érzem, hogy ez nem okozott fennakadást az embereknek, a ügyeiknek az elintézésébe. A Kapospulában működő civil szervezeteknek köszönhetően a közösségi élet megőrizte sok színűségét. A legaktívabb civil szervezet az a Foltvarrók, a Szívvel, Kedvel, Lélekkel csapat, amihez hozzátartozik ugye a Néptánc Egyesületünk is, a Kaposvízmente Néptánc Egyesület. Ők a legaktívabbak, minden évben kiállítást szerveznek, az idén is. Ugye most a vírus helyzetre való tekintettel kint a Pajta Színházban, ugye itt is mutatta, hogy ugye nem egy rossz beruházás volt ennek az elkészítése. Aztán ezen kívül még voltak, ezt megelőzően már volt egy úgynevezett családi napunk, tehát ilyen nagy falunapot nem akartunk
Tehát Dombóvár közelsége miatt ugye egy ilyen nagyobb rendezvényen rengeteg vidéki jelenik meg, ebben a vírusos helyzetben ezt igazából nem szerettük volna. Aztán volt egy idősek napja, amikor még meg lehetett, úgy gondoltunk, tartani, ott már természetesen a járványügyi szabályokat betartva, távolságokat betartva, maszkviseléssel, de nagyon sok idős eljött és örültek, hogy meg lett róluk emlékezve. A közmunkaprogram is folyamatosan működik a településen. Jelenleg 10 közmunkásunk van, amiből igazából csak 4 a kapospulai, tehát a többiek jönnek Atalából, Dombovárról. Azért van ekkora létszámunk, mert nagyon nagy a zöld területünk. Ugye a közigazgatásilag hozzánk tartozik Alsóhetény is, így van 2 temetőnk és rengeteg árokpartunk és zöld területünk, aminek nyáron a rendbetétele nagyon nagy probléma. Stemmler József polgármester azt mondja, olyan csapattal dolgozik együtt, ahol egyetértés van, a megvalósuló beruházások pedig az összehangolt testületi és önkormányzati munka gyümölcsei.